A legfrissebb hírek az árvízi helyzetről az ATV-n. Jó napot kívánok! Tahitót falun az ideiglenes gátat áttörte a víz, így jelenleg az eredeti második gát védi a települést az ár ellen. A település önkormányzata korábban úgy döntött, kettős biztonsági rendszert alakít ki az árvíz ellen, mert így újabb területeket akart megvédeni a 2002 és 2006. évi árvizekhez képest. Az országos műszaki irányító törzs szerint várható volt, hogy az első helyi anyagból megépített ideiglenes védvonal nem bírja majd a terhelést a rekordmagasságú árvíz ellen. Jelezték, a területen 50 lakóingatlant öntött el a víz. Tájékoztatásuk szerint ugyanakkor az ideiglenes gát lehetővé tette a második, a korábbi nyomvonalon lefektetett ideiglenes védmű fejlesztését, illetve megerősítését. A kirendelt műszaki szakértők a második védvonalat tekintik véglegesnek, és ennek biztonságos megerősítéséről gondoskodnak. Kitelepítették az üdülő övezetet Pilismaróton, 83 embernek kellett elhagynia a területet. Délben minden védekező egységet visszarendeltek az üdülő övezetből, és csak mentő mellényben mehetnek vissza a területre. Késő délelőtt 797 cm volt a vízszintje, a telefonszolgáltatás 650 cm-nél, az áramellátás pedig 670 cm-nél szűnt meg az üdülő területen. A városvezetés még egy hete szólt a dunaparti hétvégi házak tulajdonosainak, hogy gondoskodjanak az üdülőkben lévő vagyontárgyaik biztonságba helyezéséről, és hogy áramtalanítsák a berendezéseket. Korábban a vaconline.hu azt közölte, átszakadt a gát Vácon, a diadaltéri védvonalnál. A helyi védelmi bizottság azonban cáfolta ezt az információt. Szerintük ez nem igaz, a hír pedig pánikkeltésre alkalmas. Továbbra is szivárgások nehezítik az árvízi védekezést a Pest megyei Dunabogdányban, ahol kettes fokozatú ivóvízkorlátozást rendeltek el, holnaptól pedig zacskós vizet osztanak a község egy részében. A településen még nagyjából 20 centit emelkedhet a Duna vízszintje. A helyszínről Véna Gyöngyi tudósít, aki időközben a víz fogságába került. Dunabogdánynál annyira szivárognak a nyolgátak, hogy a falut lezárták, már senki sem mehet be. Amit láttam, hogy folyamatosan szivárog a víz a homokzsákok alól, mert annyira elkezdtek. A 14-es főút egy-egy része vízben áll. Ráadásul úgy tudom, hogy a víz átkötte a gátat Leányfalunál, így oda sem engednek be senkit. Így aki Budapestre akar visszafordulni, egyelőre nem teheti. Tahitót faluban kénytelen maradni. A 11-es főúton egyébként rengeteg autós veszteg el. A rendőrök azt mondták, hogy este 6-ig lezárják az utat, és csak azután derül ki, hogy feloldják-e az utcárat. Folyamatosan emelkedik a Duna vízszintje Budapestnél, most 863 cm-en áll, vagyis már átlépte a korábbi rekordvízállást. A Batthyány térnél a Duna már elérte a felső rakpart szintjét, a Bem rakparton pedig tilos megállni. Közben már lezárták a Batthyány téri metróállomást és az aluljárókat is. Az állomáson csak átmennek a metrók, de nem állnak meg. A H5-ös sév továbbra is csak a Margit hídig jár. A Vigadó téri hajóállomást már teljesen ellepte a víz, a rakpart mellett kikötött álló hajókat így most már csak csónakkal lehet megközelíteni. A hatalmas vízállás az embereket is vonza, rengetegen érkeznek a Dunapartra, hogy lefotózzák az egyre duzzadó folyót. Közben befejeződött az árvízvédelmi gát megerősítése a Margit-szigeten. A főpolgármester szerint felkészülten várják a Duna tetőzését. Tarlós István korábban azt mondta, a Margit-szigetet 930 cm-es vízállásig meg tudják védeni, de belvízre számítani kell a sziget belsejében. Budapesten a legfrissebb előrejelzések szerint 9 méter alatt marad a Duna vízszintje a tetőzéskor, a főváros minden jel szerint megvédhető, jelentette ki Tarlós István. A főpolgármester tájékoztatása szerint az észak-budai régióban 100 katona, 50 katasztrófavédelmi és 50 csatornázási szakember dolgozik. Hozzátette, a római parton befejezték a védmű talpának megerősítését, kisebb szivárgások vannak, de katasztrófától nem kell tartani. Tarlós István közölte, hogy hétfőig a Lánchídon és annak két hídfőjében, valamint a Margit hídon kikapcsolják a köz- és díszkivilágítást. A Királyok útján viszont hétfőig folyamatosan működni fognak a köztéri lámpák.
Továbbra sem lehet megközelíteni közúton Pilismarótot, Dömöst és Kisoroszit. A Duna áradása miatt országosan több mint 152 kilométernyi fő- és mellékúton rendeltek el forgalomkorlátozást. Legutóbb a Szentendréről a Dunakanyarba vezető 11-es főutat kellett lezárni, hogy biztosítsák a Duna nyugati partján zajló árvízvédelmi munkálatok feltételeit. Szintén a 11-es úton lezárták a Budakalásztól északra vezető szakaszt, csak az ott lakókat engedik be. Hajnalban lezárták a 11-es utat Dunabogdány és Visegrád között, ezért Szentendre felől csak a Pilis-Szentlászlói úton lehet korlátozás nélkül eljutni Visegrádra. Esztergomban lezárták a Magyarországot Szlovákiával összekötő Mária Valéria hidat is, így az autósoknak a komáromi Erzsébet híd lehet a legközelebbi átkelő. Friss hírekkel egy óra múlva is várom Önöket, további szép napot, viszontlátásra!